Szép jó estét mindenkinek! Good evening everybody! Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ennyien eljöttetek. És Lokeszony bevezetője után, amiben nagyon vártam volna a négy nemes igazság részletes kifejtését, de talán legközelebb, szeretnék egy sokkal édesebb témáról beszélni, ez pedig a csoki gyár. Édes a csoki gyár? Hát nem, a csoki édes. És mindenki, aki a darmának ugye a szóbeli részét, vagy így az interaktív részét egy kicsikét átérezte, az azt gondolja, hogy hát hogyha jó tudott esni a darma beszéd, hogyha jó volt beszélgetni a szerzetesekkel, akkor jó lesz majd az engyakorlat is. És néha látom az arcokat így az 50 perc végén. És a fájat érdemtől kezdve az anyám, én nem ilyen lovat akartamig, minden van. És ekkor szeretném gyöngéden a figyelmünket fölhívni arra, hogy a csoki és a csoki gyár az nem ugyanaz. De a csoki gyárban termeljük a csokoládét. Van igazgató, van helyettes, van anyagbeszerző, vannak komoly munkával bíró emberek, és mindenki teszi a dolgát. Igen ám, de a csoki tesszük meg, és nem a csoki gyárat. Ez nagyon fontos. Tehát a gyakorlatot arra használd, amire való, és ne a gyakorlatban keresd a gyakorlat célját. Ez nem egy lár-pur-lár műfaj, Andrásnak tiszteletadás innentől is, de mindenkinek meg kell látnia azt, hogy amit a darma termékeként lát, a gyakorlat eredményeként lát az életében kívül és belül, a lelkében és a világban, az valahogy keletkezik. Az nem önmagától van. Azért meg kell dolgozni. A csokihoz csoki gyár vagy műhely kell. És a gyárban ezek a fém, műanyag és egyéb alkatrészek vannak, és mosni kell a padlót és tisztítani a gépeket, és fegyelem van, és egyebek. És az üzletben pedig ott a gyönyörű cellofán mögött a különböző étcsokoládék, tejcsokoládék, szögletes csokoládék, kerek csokoládék, hosszú csokoládék, rövid csokoládék. És akkor az olyan finom. Eszünkbe nem jut, hogy e mögött mi van. Eszünkbe nem jut, hogy hány hektár ipari park kell ahhoz, hogy te egy ilyen kis dobozkátot megvédj, hazavidd és megoszd a szeretteidre, hogy milyen édes. A gyár nem édes. A gyárban műszak van, ízadságszag, néha a munkások nem értenek egyet, néha bajuk van a vezetőséggel, néha nem. És mindez egymást feltételezi. Egy hatalmas körfolyamat része mindegyik. Én azt szeretném, sőt szerintem mindannyian azt szeretnénk, hogy az életet a maga teljességében lássuk. A mai napot példásan végig gyakorolta a szanga. Öröm volt látni. Miért? Mert tudod, hogy mi lesz később az eredménye. Tudod, hogy ez az önfegyelem, ez az összetartás, a véleményeidnek a félretétele, a szabályok megtartása eredményre vezet. És ez az eredmény, az a tiszta tudat, amellyel például nem mérünk több szenvedést a világra. Az a tiszta tudat, amellyel megszabadíthatjuk magunkat és másokat egyaránt a szenvedéstől. És hogy a végtelenséget kivegyük az egyenletből, egy aprócska történet. Egyszer egy hercegnő sétált egy elzárt partszakaszon a tenger mellett. Nagyon nagy birtokuk volt, és nagyon nagy lezárt partszakasz, ami tele volt ilyen kis kagylócskákkal. Apály volt, és a kagylócskákat szépen lüktettek a parton. És egyszer csak egy újságíró elkapja a hercegnőt, aki ott sétál, és egy-egy kis kagylócskát visszadob a tengerbe. És megkérdezi, hercegnő, itt több milliónyi kagyló van, mit számít az, hogy egyiket, másikat visszadobja a tengerbe? És akkor a hercegnő lenyúlt, megfogott egy kagylót, és azt mondta, ennek élet és halál kérdése. Úgyhogy nem kell különösebben gondolkodni azon, hogy hány szenvedő lényt nem szabadítasz meg a szenvedéstől. Elég, ha itt és most egyet. És akkor már is az úton haladunk.
van-e kérdésetek bármilyen a zen gyakorlattal egyébben kapcsolatban a mikrofon? Eddig csak a csokoládét élveztem a társaságodban többször is, és nagyon ízletes volt a csokolád, és most bekerültem a gyártási folyamatba. És bizony ez a gyártási folyamat nem annyira ízletes, és nem annyira kellemes. Mikor elindult a tegnapi nappal a meditáció, nagyon élveztem, mert nagyon jó ment. És ma elindult egy olyan szenvedés, egy olyan fájdalom, amivel nem igazán tudok mit kezdeni. Tehát fáj a hátam, fáj a lábam, mindenem. A kérdésem az, hogy a fizikai szenvedéssel hogy dolgozzon az ember? Sétáld le! Szó szerint minden étkezés után, ha éppen nem kell mosogatnod, tessék egy hatalmasat sétálni, rengeteg az erdei ösvény, és ez a mozgás, ez a vérkeringés fel fogja lazítani ezeket az izmokat, amely ugye nem szokta a szántást. Viszont ha látod a kapcsolatot a gyár és a termék között, az édes és az izzadságszagú között, akkor megkönnyebbedik ez, mert van motiváció. Nem úgy érzed, hogy végig kell ülnöm, mert jelentkeztem, hanem az van, hogy eljutok valahová, ahol én kreatívan, primér módon hozzá tudok járulni ahhoz, hogy én is tudjak csokit termelni. Ne csak kívülről kapjam. És ez az, amikor az ember a saját külső rétegeit egy idő után elkoptatja, és a fizikai fájdalom átvált mentális fájdalommá. Amikor már az a karma fáj, amit hordozol. Amikor már azok fájnak, amiket csak te maga, de belső útjárásával tudod enyhíteni. Tehát egy idő után már az lenni, hogy Istenem, inkább a térdem fájjon, de ne az, amit elkövettem. És rájössz, hogy a múltra, jelenre és jövőre szakított tudat nem fogja elérni a felébredett állapotot, és nem lesz belőle csokoládé soha. Az emberi fajnak az egyik legnagyobb erénye az az adaptációs és alkalmazkodó készség, amivel mi 7,3 milliárdig duzzasztottuk magunkat ezen a Földön. Ha nem lennénk ennyire adaptívak, már rég visszagyíkosodtunk volna a dinoszauruszból. A helyzet az, hogy ezt az adaptációt ezt vagy nagyon rosszul használjuk fel, vagy nagyon jól. És a Dharma lehetőséget ad arra, hogy ahhoz alkalmazkodj, amihez érdemes alkalmazkodni. Tehát érdemes az üléshez alkalmazkodni fizikailag és lelkileg, mert eredménye van. Mert a tudatod letisztulhat. Mert a lélek megváltoztathatja a karmáját. És nagyon világos az, hogy az, aki ugye elvárja, hogy a gyár is édes legyen, az csalódik. Mert a csoki réteg alatt ott van a fém. Néha rozsdás fém. És ott vannak a kerekek, és ott van a seprő a sarokban, meg a szemétlapát, és akkor azzal is dolgozni kell. Úgyhogy nagyon természetes, amit átélsz, és az a jó, hogy ez nem egy végállapot, ez egy nagyon is rövid és meghaladható állapot. Az irányvételhez, a szándék mellett a célképzet is nagyon fontos. Tehát a célunk az, ahogy hallottad a bevezetőben, hogy szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől, mely szenvedéstől, amelyet mi magunk mérnénk rá. Erre a világra. És ekkor van értelme. Ekkor nem pusztán pecselgetjük, foltozgatjuk a saját nem létező állandóságunkat. Úgyhogy érdemes kibírni, érdemes túllépni rajta, mert van azon túl is valami. És ez nagyon más, mint ami eddig volt. Jó? A kérdésem egy kicsit kapcsolódik a Nohesunin bevezetőjéhez. Van egy barátnőm, akinek meséltem a buddhizmusról, az enről, a meditációról, és azt mondta, hogy szerinte ez rettenetesen önző dolog, és önös, önző ezzel foglalkozni, mert nem sokkal értelmesebb ezt az időt arra szentelni, hogy nélkülöző embereknek segítsek, hogy a bevándorló kisgyerekeknek vigyek ruhát, hogy enni adjak az éhezőknek, hogy önkéntes munkát végezzek, vagy mentőzzek, mert ezzel nem csak magamnak, hanem másnak is jót tennék. És,
A barátnőd ezen önzetlen tevékenységek közül melyiket műveli? Ő önkéntes mentőt, és vitt ruhát a menekülteknek. Nagyon szép, nagyon jó. Ezzel a baleseteket, a menekült hullámot, az egyebeket meg tudta állítani? Nyilván nem. Jó. Tehát önzőbb cselekedete az, amely ennek a gyökerére próbál rátapintani, és megpróbálja megállítani ezt a kialakulásában. Ez önzőbb? Ha a tüneti kezelés helyett lemegyünk a gyökérokig, az önző? Tehát ezért kellene egy picikét láttatni vele az egésznek a működését, hogy hogyan teremti a tudatunk a világegyetemet, hogyan teremtjük egymásnak ezt a világot, és ennek a teremtésnek a megtisztítása az, amely az ilyen szenvedést megszüntetheti. Évezredek óta küldünk segélyszállítmányokat egymásnak. Évezredek óta vándorlunk, évezredek óta mentjük egymást különböző helyzetekből. És mégis ezek a helyzetek megújulnak. Tehát az igazi kérdés az, hogy hamarabb jutok-e el a gyökérokig, sem hogy állandóan a felszínen tüneti kezelésként, amely szintén fontos, de csak a felszínen és csak a tünetek szintjén próbáljon meg enyhíteni ezt. Nézetem szerint mind a kettőre szükség van, és az egymás megismerése, az egymás tevékenységének a megismerése kölcsönös elfogadáshoz vezethet. És ez megszünteti az ítéletalkotó magatartást. Egyéb kérdés? Részben, amit a Rubi említett a fizikai részről, nekem a mentális részével van sok bajom. Egyre rosszabbul megy a meditáció. Nagyon jó. Akkor két hete itt volt hozzá, remekül ment, és most, mint egy megvadult ménes a cikáznak a gondolatok, hiába próbálom bármelyik módszert, volt, hogy mindegy, szóval, hogy egyszer megfékezhetetlenül, csak azon kapom magam, hogy befeszül a testem, és megint egészen más történik, mint amit én szeretnék. Mondom a mantrát, és mantra mellett, és remekül mennek a képek, és próbálom úgy, de tényleg olyan, mint vagy egy hangyabb olyan, ami ezer felé szalad, és nem bírom tetten érni, hogy hogy kéne recsendesíteni. Az ürességet elképzelem a tükröt, mindent. Hát annyiféle történés zajlik, hogy egyre rosszabbul megy, és egyre ijesztőbb már, hogy nem akar beállni. Tér vissza ebbe a pontba, és akkor nem kell elképzelni semmit, és akkor a hangyaboly nyugodtan járhatja a táncát úgy, hogy te nem mozdulsz. Az eredeti, tiszta, tükörszerű tudatod nem mozdul. De most még mozog, mert a hangyák rátapadtak, és a hangyák összes mozdulata torzítja a tükröt, mint hogyha valamiféle zseléből lenne. Magyarul a ragaszkodásaink és a mentális tendenciáink vezetnek minket. És ez nagyon korrekt tapasztalat. Te nem rosszul meditálsz, hanem eljutottál oda, hogy Alíz lement Csodaországba. Vagy a doki először a sebész, miután annyit tanult, hogy hogy kell megjódozni a bőrfelületet, meg lefertőtlenül, életében először megvágja a szikével. És úristen, vérzik! Hát a bőr alatt ez van. Meg eljött mondjuk a belső szervekig, mert egy hasüvegi műtét kell, életében először asszisztál mondjuk vakbél műtétnél. És akkor ránéz, hogy húha, hát itt ebben a hasüvegben mi minden van. Meg vérezni is tud, meg belek vannak. Meg egyéb belső szerint máj, meg ott hátul a vese. És hol is van a vakbél, ott nézzük meg. Ez nem szép látvány. Ez nem olyan, mint egy egészséges, tiszta bőr. És most, ahogy az ember megismerte a külső részét a gyakorlatnak, hallgatott egy-két dharmabeszédet, beszélt a szerzetesekkel, itt volt a templomban, megpróbált fél óra meditációt, gyakorlatilag előkészítette az első vágásra a saját pszichéjét. És ez a vágás az az, hogy nem folytom el többet, nem ítélkezem magam fölött többet, megnézem, hogy mi van a látható személyiség alatt, elkezdem azt tapasztalni, ami valójában vagyok, de sose láttam,
És ez a tapasztalat, ez nagyon-nagyon adekvát, ami az esetben és nagyon sokunk esetében történik. Tehát az illúzió vesztésre szeretném fölhívni a figyelmet, és arra, hogy te nem hibáztál. Robi sem hibázik, és senki sem hibázik ebben a teremben, mindaddig, amíg itt vagy, és csinálod. Ha törekszel, akkor túljutsz a saját asztrál katasztrófa meződön, a saját karmikus kora azzátonyaidon, azon az elképesztő veszélyzónán, ami a saját feldolgozatlanságainak a hasadó anyaga, és akkor atombomba helyett atomerőmű lesz. De ez a hangyaboly, ez a káosz, ez az elképesztő megoldatlanság, az akkor is működik, ha nem látod, és akkor is, ha látod. Most látod. És nagyon szopatlan. És az a káprázat, vagy nem tudom, minek nevezzem, hogy látom a padlót, elkezd hullámozni, meg térben mozogni, tehát egy ilyen, tehát valahogy minden ilyen képlékenyé válik, és tehát látom a saját lábammal, tudom, hogy nem mozog, és mégis látom. Tehát valahogy minden. Rendkívül egészséges képzelőerővel áldott meg a sorsod, és ez bizony projekcióként kivetül a padlóra, a lábadra, a térbe. Én azt javaslom, hogy ne a padlót nézd, ne a lábadat nézd, hanem lazítsd el a szempillantásodat a térben, mint hogyha két tenyered így magad elé tennéd, ránézel a tenyeredre, és aztán elveszed a tenyered, de a fókusz ott marad. Szó szerint a térbe nézel, a teret fogod föl. És ekkor egy idő után ez az elképesztő hullámzás megszűnik. Nem holnap után, hanem akkor, amikor kiénekelted magadból, kimeditáltad magadból, és a többi, ezeket a mentális tendenciákat. Jelenleg ezen tudatfolyamatok meglátása zajlik, és a hátra hőköl is, hogy én, hogy ebben, itt, bennem ilyenek? Na ne! De hát mégis. De hát itt olyan lelki virágkertészet van, hogy mindent látsz a padlóból kinőni, meg rávetül, meg arcok, meg ilyen elképesztő dolgok. Eleget gyakorolsz, megszűnik. És akkor meg az fog hiányozni. Úgyhogy először bírjuk el, hogy ott van, aztán bírjuk el, hogy nincs ott. És akkor letisztul a tükör. Egyéb kérdés? Az előbb említetted, hogy mi magunk teremtjük az univerzumot. Miért nem értjük? Mert bele vagyunk feledkezve a csokiba, ezért nem látjuk a gyárat. Mert bele vagyunk feledkezve a teremtés eredményébe, a teremtménybe, legfőképpen saját magunkba, hogy mi mit látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk, gondolunk, érzünk, milyen külvilágot élünk, milyen belvilágot élünk. Ezekben a teremtményekben, vagy a teremtés különböző síkjaiba mi nagyon szeretünk belefeledkezni, mert itt van az élvezet, itt van a szenvedés és a megváltás, itt lehetünk rabok vagy szabadok, itt élhetem ki magamat, vagy folythatom el magamat. De ezt a nullára és egyre épülő világot egy kicsikét meghaladjam, és honnan jön? Mi az, ami ezt teremti? Mi az, ami nem nulla és nem egy? Mi az, ami nem jó és nem rossz, nem én és nem más, nem múlt, jelen és jövő? Mi az? Ezt a kérdést nagyon kevesen tesszük fel. És hogyha nem teszem fel a kérdést, nem látom meg az utat, nem járom végig, nem látom meg, hogy ez az egész univerzum hogyan, miképp teremtődik általunk és egyéb tudatos lények által. Tudatosságod mértékében teremtesz, tudatosságod mértékében van felelősséged. És rohanunk a felelősséggel. Tehát mi olyan szabadságot szeretnénk nagyrészt, homo sapiens, sapiens, saját bölcsességünktől láthatva, amelyhez ne kapcsolódjék felelősség. Olyan meg nincs. Tehát a felnőttség szellemileg az ott indul, hogy a szabadság és felelősség közös gyökerét átlátod. Ahol felelősséget vállalsz, ott van a szabadságod is. És ahol szabadságot akarsz, ott felelősséget is kell vállalni. Na most így juthatsz el a teremtő pozícióig. Tehát aki asztalos szeretne lenni, és bútorokat teremteni,
meg nyilázárókat, épületszerkezeteket esetleg, felelősséget kell vállalni a szerszámaiért, a fáért, az anyagbeszerzésért, mindenért. És ekkor lesz ő egy szabad, jó mesterséggel bíró asztalos. Ez itt a matéria szintjén elég jól átlátható, de a lélek szintjén nagyon kevéssé látjuk át. Ha nem feledkeznénk bele a vágyainkba, a dühünkbe, a kapzsiságba, a téves nézetekbe, a duálisra teremtett világba, akkor megláthatnánk azt a teremtőt, amely mindenkiben benne van, azt a buddha természetet, amely mindent lát. És azt a mozdulatot is nyakon csípednék, hogy most, egy nanoszekundum alatt hogyan teremtettem egy újabb érzelmet, gondolatot, hogyan vetítettem egy másik emberre rá, és hogyan várom el, hogy ő úgy válaszoljon, ahogy én szeretném. Úgyhogy ezt a teremtést, ez csak ebben a pillanatban tudod nyakon csípni. Ezért jövünk mindig vissza a pillanatba, a zenben. Ez működik. Teljesen megéled a pillanatot, teljesen megéled a tudatosságot, és a teremtést, fenntartást, lebontást, ezt a hármat. Ha nincs meg a pillanat, akkor ezek is elvesznek. Ez a három olyan fontos, hogy a régi indiai kultúrában három külön istenséget rendeltek ennek, Brahma a teremtő, Vishnu a megtartó, és Shiva a lebontó vagy pusztító. Csak ebben a pillanatban érheted el, tapasztalhatod meg ezt, amire kérdezel. Ezért vagyunk ennyire látszólag formálisak, én azt mondom, funkcionálisak. Ezért csináljuk reggeltől estig így a dolgainkat, az énekléstől kezdve a meditációig, az étkezésig, a munkáig, azért, hogy ezt a pillanatot, a világgal való egyéválást, a többi emberrel való együttműködést a lehető legtisztábban megéld. Csak erre megy ki az egész. Nem zen múzeum, senkinek nem teszünk szívességet, nem mosolyog senki ott fönt, hogy jaj, de jó kis tanítványok oda lent, csinálják. Nem. Nem. Úgyhogy ezért fontos a pillanat, a tiszta helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés. Egész nap ez megy. És azért megy így, hogy azt is lásd, ami az akadály. Azt is lásd, ami a belső hangja baj. Azt is lásd, hogy milyen fájdalmak állnak az útban. És hogyha ezektől megtisztulsz, ezeket meghaladod, akkor még inkább visszatérsz a felnőtt teremtő pozícióba. Aztán csak viseljük el. Ennyi kérdés? És az lenne a kérdésem, hogy ti erre az életeteket áldoztátok, úgymond szerzetesek lettetek, és én családanya vagyok, és a hitemet szeretném megerősíteni most azáltal, hogy megkérdezlek, hogy lehetséges-e ez a nézetek átalakítása, minden, ami most így megláttam, és tudom, hogy ez az én felelősségem, és meg is fogom tenni, és hogy Böle Sándor mondja, hogy mindenki pokollal táplálkozik, még aki a mennyek felé tart, az is. És ezt én elvállalom, és ezt egy család ugye meg fogja tudni tenni. Egyrészt az életünket még nem áldoztuk fel, mert még életben vagyunk. Ez a jó hír. Tehát lehet azt mondani, hogy mondjuk a szerzetes életformára tettük föl így az életünket, annak szenteltük az életünket, de azért tartózkodnék áldozathozataltól, mert az áldozathozatal helytelen felfogása egy narcisztikus viselkedés. A családanyát a gyermekei fogják tanítani, meg a párja. Te nekik szenteled főleg az életüket, ők a te dharma tanítóid. De ahhoz, hogy ez a tanítás ez célba érjen és meg tud haladni a jelenségeket, hogy ne csak az érzelmek, gondolatok, cselekedetek és szóbeliség szintjén legyen, hanem meg tud ezt haladni, ahhoz egy kis dharma gyakorlat nagyon jót tesz, azért is ül itt a nagy többsége az embereknek, szerencsére nem öncélúan, szerencsére nem csak a saját maga kedvéért szeretne boldog lenni, hanem mondjuk a családja, barátai és egyebek kedvéért, úgyhogy ők a tanítóid. És hogyha ehhez mi a saját kopasz fejünkből hozzá tudunk valamit tenni, akkor csak örülünk. Jó? Köszönöm szívesen. Egyéb kérdés? Az előbb említetted a Shiva tudatot. Az a kérdés, hogy hogy lehet a Shiva tudattal dolgozni, mert nyilván különbség van a megszüntetés és az elfolytás között. Persze.
akinek a siva tudat, mint tapasztalat kell, meg kellene látogatnunk együtt egy hulladékgazdálkodó üzemet, vagy egy szeméttelepet, vagy egy visszaforgató állomást. Az a siva tudat legbékésebb megnyilvánulása. Úgyhogy hogyan lesz a formából újra valami egyéb forma? Tehát biztos te is olvastad azt a régi-régi Fehér Klára fantasztikus regényt, amiben volt egy ilyen mondat, hogy jaj, elrontottunk 20 tonna kelkáposztát. És erre azt mondja a 2050-ben működő fenntartó, hogy nem baj, vigyék át a 4-es részlegbe, csináljanak bele férfi zoknit. És az volt a legszebb, hogy ezt így gyerekként elolvasta az ember, és mondja, hogy milyen lehet az a jövő, amikor kelkáposztából lehet férfi zoknit csinálni? Vissza tudom-e forgatni úgy az energiámat, hogy abból valami teljesen új dolog legyen? És a siva tudat azért fontos, hogy ezt, ami bennetek most van, elképesztő megoldatlanság, azt vissza tudjátok hozni ide, a forma előttibe, a keletkezés előttibe, és újat tudjatok belőle önteni, új formát tudjatok teremteni belőle. Mint hogyha egy kész péksüteményt vissza tudnál alakítani, még csak kertésztáv, és a töltelék is külön választható. Tehát ez a mentális visszaforgatás, ez a napi szívszutra éneklés alapvető oka. Tehát amikor azt mondja a szívszutra, hogy igaz természetében az öt skanda, az öt személyiség alkotó üres, akkor megjelenik a tiszta, teljesen befogadóképes kukásautó. És az összes karmádat elviszi. Minden, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolsz, és stb. Stb. Mindet visz. És szépen visszalakítja azzá nem keletkező, nem múlóvá, azzá az energiává, amelyből ez keletkezett. És akkor frissen, fiatalosan újra tudod teremteni magadat is, meg az életedet is. Pontosan abban a mértékben, hogy a feldolgozatlanságaidat feldolgozod, a problémáidat meghaladod, és nem azonosulsz azokkal a jelenségekkel, amelyeket egyébként te teremtettél, elvállalod érte a felelősséget, de nem te vagy. Ahogy a gyár is megtermeli a csokit, a sört, a palackozott italokat és egyebeket, de nem azonos a termékkel. Nagyon világos. Nem a gyárat adja el a nagyker a kiskernek és aztán a fogyasztónak, hanem a terméket. De ezért kell nagyon-nagyon türelmesen recitálni például a szívszutrát vagy egyéb énekeket, hogy ez a visszaforgatás megtörténjen, a hangyagoly az szépen visszamenjen egy nem mozduló, világos, erős tudattá, és ekkor leszel szabad. Ez munka. Itt nincs senkinek sem spirituálisan jobb vagy rosszabb adottsága. Mindenkinek pontosan ugyanolyan buddha természete van. De a karmák más. Más a feldolgozatlanságunk. Ehhez kell az a féle hit, amely tapasztalaton alapszik. És a mostani tapasztalat, akár testi, akár lelki fájdalomról van szó, az már önmagában egy gyönyörű kezdés. Miért? Mert egyenes, őszinte, kendőzetlen, elfolytatlan és gerjesztetlen. Úgy van a maga olyanságában, ahogy van. Ez már ok a bizalomra. Miért? Mert megláthattad. Mert nem egy rózsaszín ködgépnek a különböző rétegzett New Age-es valóság helyettesítőjét kaptad, hanem önmagadnak az eddig nem látott karmáját. Végre megláttad. Jó? Egyéb kérdés? Mit tegyek, ha egy éhes ember inni kér? Hagyd neki inni. Viszont emellett kérdezd meg, hogy de nem vagy éhes? Tehát próbáld meg fölébreszteni, viszont ha inni kér, akkor adj neki inni. Ő azt hiszi, hogy szomjas. Te azt látod, hogy ő éhes. Te adj neki inni, mert ha nem adsz, akkor nagyon-nagyon morcos lesz, és amikor tényleg rájön, hogy éhes, és elfogadná az ételt, akkor pedig te már nem leszel ott, mert elküldött. Tehát tartsd meg a kapcsolatot, és hogyha inni kér,
akkor adj neki inni. Ha látod, hogy éhes, kérdezd meg, hogy nem vagy éhes. Utána is inni fog kérni. Bíz benne, hogy egy ponton nem. Hát nagyon tudunk ragaszkodni a saját szokásainkhoz, nagyon tudunk bízni a saját karmánk minden hatóságában. Majd éj! Igen, most az utcasarkon befordult valami, ami rögtön a homlokodat szétvágja. Majd te, igen. Tehát ezért kell nagyon észnél lenni, és megtartani a kapcsolatot ahhoz, hogy amikor már tudsz segíteni érdemben, akkor tudj. És nem elvágyezni, mert hát most nem értette meg ebben a pillanatban, hogy ő valójában éhes és nem szomjas, és állandóan inni kér, holott én már tudom. Legyünk annyira lojálisak egymáshoz, és legyünk annyira kitartóak, hogy megvárom, amíg kiderül, hogy tényleg jól láttam el, vagy pedig ő tévedett. Meg szeretném kérdezni, hogy van-e egészséges bűntudat? Ugyanis az egész életem eddig arról szólt, hogy szerintem nem csak az enyém van, hogy láttam mindenki, hogy menekülünk a szenvedés elől, holott ugye, és amikor végre megláthatja velem valaki, hogy nem menekül, mert egyébként meg úgyis mindig utolér, és meglátjuk, hogy tényleg én, Úristen, én mindig szenvedtem, és mindenkit látok szenvedni magam körül, és mindennek a gyökerében felfedezem időnként azt, hogy úgy ítélkezek, vagy amikor úgy meglátom magam, hogy ítélkezek meg másokat, hogy ugye jó kislány, vagy rossz kislány, az marad, az a gyökere sokszor, és ennek pedig a bűntudat, és most, hogy magamra veszem a karmámat, rendben van, magamra veszem, mert amúgy is rajtam van, és de nem szeretnék újabb bűntudatot kelteni magamban. Ez elég zavaros, tudom, mert egyébként meg az vagyok. De arra kérdeztél, egészséges van-e? Van-e egészséges bűntudat? Igen. Van-e tökéletes bűntény? Nincs. Akkor nincs egészséges bűntudat sem. A bűntudatban mindig rosszul érzed magad. A bűntudatban mindig valami sok vagy kevés. Ha belátod, hogy hibáztál, és ahogy a templomi szabályok is mondják, lásd be, hogy a tudatod is és a karmád is üres. A személyiséged is egy teremtett dolog, és a személyiséged által elkövetett dolgok is teremtettek, nem abszolútak, nem önmagukban valók, nem változtathatatlanok, nem örökké tart. Okozat által keletkezett, okozat által tűnik is el. Ebben nincs se tökéletes, se egészséges, semmi ilyesmi. Hát nem tudom magam azzal önfelmenteni, hogy egészséges bűntudatom van. Oké? Okay? Amikor az ember gondol valamit magáról, de egyáltalán nem azt szerint cselekszik, amit belül valósnak gondol. Hát akár a haragról, akár a sok olyan megnyilvánulás, ami ha nem vagyok benne egy kapcsolatban, vagy egy valakivel éppen egy interakcióban, akkor egy szemű embernek gondolom magam. És amikor egy-egy helyzetbe kerülök, akkor magam számára is meglepő indulatokat vagyok képes érezni és kimutatni, és nem érzem magam ezzel azonosnak, és ez megzavar, tehát szégyellem, hogy úgy nyilvánultam meg, amit... A szégyenérzettől ez javul? Hát nem ilyenek is, tehát nyilván az önismeret... Még miért? Az önismerettől ez javul? Igen. Mennyiben? Na jó. Mert a szégyenérzettől nem, az önismerettől valamennyi régen, de mennyiben? Ez a kérdés. Segítek. Annyiban, amennyiben az önismeret változáshoz tud vezetni. Ezért ezek a nagyon jó indulatú, de a felszínen megmaradó kurzusok, amikor megismerem önmagam egy bizonyos mértékig, de az nem hoz lényegi változást, az megint egy ilyen körfolyamat. Elmegyek, megismertem, visszajövök, elkövettem megint megismerem magam, és szépen ez így megy körbe-körbe. Tehát, a legfontosabb az, hogy a zenben nincs ítéletalkotó magatartás, mint primér gyakorlat. Az ember persze elköveti magával, az igazi az, amikor felteszed a kérdést. Ezzel megáll az ítéletalkotás folyamata,
sőt megáll a karmateremtés folyamata is, és felteszed azt a kérdést, hogy mi ez, honnan jön. Ez már az adott cselekedetre, gondolatra, érzelemre irányul, amit nem akartál, de mégis kijött belőled. És akkor meglátod azt, hogy valójában honnan jött. Mondhatok egy példát? Van egy kollégám, beosztott, aki alkoholista. És nem boldogulok vele. Tehát valójában mindig megesik rajta a szívem, akkor, amikor keménynek kéne lenni. Mert kihívni nem szeretném, mert van három gyereke. Megpróbálom rákényszeríteni normális munkára. Emiatt sokkal több erőfeszítésembe kerül az, hogy ellássam őt munkával, és ellenőrizzem, hogy azt megcsinálja, mint bárki más a kollégák közül. És próbáltam vele többször őszintén beszélni, teljesen reménytelen. Tehát az a típusú függő beteg, aki azt mondja, hogy bármikor abba tudom hagyni. Tudom, hogy ez az a kulcsmondat, amikor már nagyon nagy a baj. És nem tudom, hogy egy függő emberrel, tehát nem szeretném, ha az utcára kerülne, de ez egy folyamatos mindennapi gond, és nem tudom azt tenni, amit helyesnek gondolok. Tehát egy ilyen... Oké. Okay. Milyen kompromisszumokat kötöttél eddig ezzel az emberrel, ezt meg kell néznem viszont. Nagyon objektíve a következőket tudom mondani. Ha te ennek az embernek a viselkedésétől teszed függővé a döntéshozatalodat, te magad is függővé válsz. Tehát az egyik ember alkoholfüggő lett, a másik munkatárs függő. A legrosszabb ez, amikor főnöki pozícióból következik ez be, mert ez nem csak a felé tanúsított magatartásodat és döntéshozatalodat befolyásolja károsan, hanem mások felé is. Tehát nagyon nem szeretnéd, hogy az utcára kerüljön, de te ettől az utcára kerülhetsz. Ez az egyik. Neki nincs betegségtudata, neked van. Teljesen fordítottja egyébként, aminek lennie kell. Tehát az, hogy valaki alkoholista, az az egyik fele a dolognak. A másik fele az, hogy jár kezelésre, van betegségtudata? Nincs. Fel kéne benne ébreszteni azt, ami a négy nemes igazságnak az elseje, és hallottuk a bevezetőben, a szenvedés ténye. Tehát a szenvedés tényét felismerni, ilyen esetben a betegségtudatot, a függőséget felismerni, az az első dolog, utána lesz meg az oka, megszüntetése és a megszüntetés útja. És ezt nem pusztán személyes ráhatással embertől emberig kell megpróbálni, hiszen az inkább a családtagjainak és hozzátartozóinak a dolga. Neked, mint főnök lenne a dolgod az, hogy a munkaköri kötelességét objektíve és szubjektíve lássa el. Tehát minőségi munkát végezzen adott idő alatt hatékonyan, és viszonyuljon megfelelően a munkatársakhoz. És ha nem, akkor viszont ennek a mélyre kell nézni, mert ha ő nem látja be a szenvedést, akkor neked kell láttatnod vele, és nem úgy, hogy apám, te függő vagy, hanem úgy, hogy nem látod el a feladatodat itt és itt és itt és itt. Helytelenül viszonyulsz az emberekhez ekkor és ekkor és ekkor. És ezen keresztül kell láttatni vele, hogy amit ő úgy gondol, hogy nem probléma, az viszont probléma. Nézd, nem csak magyar csoportkarma, de ez a világ nagyon sok helyen előfordul függőkkel, hogy nekünk mohács kell. Tehát amíg a teljes pusztulás, a kirúgatás, a nincstelenség, a hontalanság, a lecsúszás nem tátja ki a nagy száját a sivatag mélyén, addig nem hiszi el, hogy ez megtörténhet vele. És a legnagyobb szívességet akkor teszed neki, ezt a nagy nyitott szájat, a szenvedés lehetőségét megmutatod neki, és ez nem fenyegetés. Ez nagyon világos iránymutatás, hogy erre ne. De aztán ő dönti el. Ezt objektivitással és nem pusztán az együttérzéseddel kell megoldani. Itt a bölcsességre ugyanolyan szükség van, mint az együttérzésre, és most úgy látom, hogy sokkal nagyobb együttérzés van benned az illető iránt, mint ő maga saját irányában. És ez az, ami nem produktív, ami nem vezet jó eredményre, te nem tudod ő helyette megváltani őt. Nem tudod helyette letenni a poharat.
Van egy az öt fogadalom közül, például a tartózkodom a hazugságtól, azt fogadom. És azt szeretném kérdezni, ezt a dalos könyvünk végében láttam. Egyébként nézd meg, a madár elszáll, az írást elégetik. Tehát, hogyha az ember állandóan olyan kijelentéseket tesz, aminek nincs valóság alapja, és nem köthető a világhoz, az a szó az mindig elszáll, mint hogy egy olyan madár lenne, amelyiknek soha, de soha nem lenne fészke. És állandóan repülnie kell. Ha már szóba került, a szomszámmesterről lehet kérdezni valamit? Mesélni róla személyes dolgot. Mi igen. Ismerhettük őt. 1927-től 2004-ig élt. Számomra ő volt a legnagyobb élőmester, akivel valaha találkoztam, és ezt úgy mondom, hogy sikerült jó párhagyományra kitekinteni. Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy találkoztam vele. Ő 1972-ben ment Amerikába. 21 évesen ért el a megvilágosodást, úgyhogy majdnem tényleg belehalt. 3 zenmestertől kapott inkát, és közvetlen tanítója Kobong Szönyin volt, aki ott a harmadik, jobbról az első. És ő mondta neki, hogy most 3 évig csöndben kell maradnod. És 3 évig szolgált egy lemetességben, aki éppen odaért. És nagyon sok mindenen keresztül ment, mielőtt 72-ben Amerikába ment, és nagyjából 12-13 évvel később jelent meg Európában először. Magyarországra 89-ben jött először, akkor alakult meg az a zen csoport, ahol én 90-ben kezdtem, és 91-ben jött másodjára és utoljára Magyarországra, áprilisban. És a Kertészet Egyetemen tartott 300 fő előtt egy tarna beszédet, és akkor sikerült kérdést intézni hozzá, és az öreg válaszolt. Másnap volt egy meditációs workshop, és akkor megint kérdés, és megint válasz. Mi volt a kérdés? Hát én nagy csalafintan módon meg akartam fogni az öreget, és mindig mondta, don't think, only do it! Tehát, hogy ne gondolkodj, cselekedj! És megkérdeztem, sir, lehet-e a gondolkodás cselekvés? Erre azt mondta, hogy 5 gondolkodás van. Ragaszkodó gondolkodás, intellektuális gondolkodás, nem gondolkodás, szabad gondolkodás és csak gondolkodás. Melyik kell? Mert hogy nem tudtam a választ erre, az egy dolog, de elkiáltottam egy kacot. Ah! És akkor visszakérdezett, csak ennyi? És akkor elvörösödtem és nem tudtam semmit, és akkor mondtam most, hogy you understand what don't understand, so I will eat you 30 times. Tehát érted az egyet, nem érted a kettőt, adok 30 ütést. Ami minőség még emellett jött belőle, tehát olyan szeretet, olyan erő, olyan tudatosság, amely, hogyha így közvetlenül megérint, akkor egyszer nemhogy nem akarsz kitérni előle, hanem azt mondod, hogy igen, ezt kerestem. És aztán a workshopon is feltettem neki egy kérdést, és mert akkor a színészet, meg a színház, meg ilyenek foglalkoztattak nagyon, és azt kérdeztem, hogy ha igazi önmagunkat akarjuk elérni, akkor a színjátszás és a színház az jó vagy rossz? Azt mondta, hogy a színház önmagában nem rossz és nem jó, csak ha azt gondolod, hogy a te szereped a legjobb és te csinálod a legjobban, azzal van probléma. És akkor ezt már mindenféle utózmány nélkül megköszöntem, és ennyi volt, de aztán a következő évben sikerült vele találkozni Lengyelországban, aztán a következő évben Amerikában, ugyanabban az évben 93-ban Koreában, 94-ben ismét Amerika, és akkor már szerzetesként irány Korea, és akkor 6 évig Hagészában, egy fedél alatt így egy templomban, ami azt jelenti, hogy minden reggel feljött az enközpontba, amikor nem utazott, és az akkor már nem volt sok. Ha nyári kiolcse volt, ha téli kiolcse, ha esett, ha fújt, mindig följött reggel 8-ra, 3-szor leborult a Buddha szobor előtt, mi előtte egyszer, utána felolvastunk egy koant, 365 koanból, amiből az interjúink is vannak, és utána bármilyen kérdést intézhettél hozzá.
És éppen ezért, mivel ilyen elképesztően elérhető volt, és ilyen módon megosztotta, és ez végig angolul. Ennyire megosztotta a tanítását, és nem rejtette el, nem transzponálta magát fel a mennyekbe, hogy ő mekkora az emmester, pedig nagyon sokan akarták, hogy ő legyen a korai buddhizmus legfőbb pátriárka, és így ezt a nagy bársonyos levelet így félre. Amerikában megkapta a kérdést, hogy ő legyen a pápa, ugye? A pátriárka, és azt mondta, nem. Tehát mindent megkérdezhettél tőle. És meg is kérdeztünk. Tehát ezért volt az, hogy az én személyes beszélgetéseim azok átlag évente egyszer voltak vele, úgy egy az egyben. Amikor kértem egy időt, és nem teázunk, ő nem bratizott így senkivel. A saját korai szerzetes barátaival teázgatott, meg tréfálkozott, meg minden. De ő nem kívánta, sőt, egy idő után az ilyen kis macskatalpas nyugati tanítványtól nem is tűrte, hogy túl közel legyenek hozzá. Tehát közel ahhoz, hogy meglegyen a bizalom, az együttérzés, a szeretet, a stb., de az, hogy személyes ragaszkodás kifejlődjön, az kész, azt vágta el tőle. Mivel mindent meg tudtál tanulni tőle a tanító-tanítványi viszonyon keresztül, ezért nem kellett nekem személyesen pedálozni, hogy a kis ambíciómat ottan egyengessem, amiben egyébként nem volt sok. Tehát, hogyha nem avat tanítóval, akkor én egyrészt még ott maradok egy darabig, másrészt anélkül jövök haza, az kész. Ennyi. Tehát nekem, én gyakorolni és tanulni voltam nála, nem pedig ilyen kis tekercsél, amit aláírt. Tehát ez azért fontos, mert voltak, akik ezt személyesre vették, az ambiciózusabb, kicsit tengeren túli tanítványok, hogy majd én bevágódok nála. Hát azokat úgy pattintottál, amit borsolt a falra. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon fontos kapcsolat volt, és én sose éreztem, hogy nem kapok tőle elég figyelmet. Tehát mindig elég figyelmet fordított mindenkire. 4 darab koan interjúm volt vele személyesen azért, mert az egyik nyugati zenmester kórházba került, és akkor ő beugrott. De már 70 éves volt. És olyan koan interjút tartott, hogy sistergett a szoba. Tehát nem az, hogy koan, hanem beül, és egyszerűen forr a levegő. Tehát olyan energiája volt még akkor is. Úgyhogy nagyon sok mindent lehet ott tanulni, inkább amit elfelejtesz, az a fontosabb. Tehát amit magadból leadsz, amitől megszabadulsz. Ezért mondtam azt, hogy kopjál az úton bátran. Mert attól a kevesebbtől leszel több. És már akkor tudtuk, hogy a legformatívabb és legfontosabb évek azok, amelyeket vele töltünk. És abból kell tudni adni később úgy, hogy amikor ő már nincs, akkor ne képzeld magad a helyébe, hanem légy önálló. És ő ezt nem engedte, hogy bármiféle kultusz legyen körülötte, nem engedte azt, hogy te bármi módon összehasonlítsd magad vele, meg ilyenek. Ezeket nagyon messziről lőtte szét. Amikor 2004-ben eltávozott, akkor pontosan az ellenkezője annak, mint amikor egy közeli családtagot elveszít. Ez eleinte iszonyatosan fáj, és az ember zokog, és elképesztő reakciói vannak, és hogy telik az idő, eltelik 3 hónap, 6 hónap, 1 év, gyász, minden feldolgozod, és akkor napi rendet tész fölötte, és vége. Az esetében ez fordítva van. Amikor eltávozott, és oda értél Hargyaszába, akkor, mert akkor már Magyarországból mentem vissza, akkor egyszer nem tudtad felfogni, hogy most mi van? Nem változott meg a légkörben semmi, sőt, mintha erősebb lett volna a jelenléte. Miért vannak koszorúk, meg képek, meg ilyenek? Miről szól ez az egész itt? És rájöttél, hogy gyakorlatilag te nem akarod elhinni, hogy az öreg elment. És nem is hittem el nagyon sokáig. Persze ott voltam a 6 órásnál, amit távol éneklésen szudokszában, és szarráztunk, és mindenki ott hapcsang és egyebek. De ez önmagában még nem jelenti azt, hogy felfogtad, hogy ő nincs. Hiszen az egész szellemi életedet úgy élted le, hogy ő volt a tanítód. És hogy telt az idő, egyre nagyobb lett az űr. És ez nem itt fáj. Ez nem itt fáj, ez mindenhol fáj. És annyira finoman, annyira észrevehetetlenül, hogy soha nem fog elmenni. Ez az érzet, hogy ő nincs. És itt nincs gyász. Itt egy olyasféle ilyen áramütésszerű impulzus van, hogy most már önállóan kell csinálni. Most már nincs senki, aki ez oda mehet, hogy kérlek, javítsd ki a hibámat, mert én úgy érzem, hogy hibáztam. Most már magadnak kell, hogy az élet adja a pofont. És ahogy az idő telik, egyre nagyobb az űr.
és rájössz, hogy soha nem fogja pótolni senki. És mivel te nem leszel olyan, mint ő soha, ezért az egyetlen egy dolgod az, hogy te kitermeld magadból azt a fajta minőséget, amit ő kitermelt saját magából. Ez az egyetlen egy út, hogy te lojális légy hozzá. Nincs guru biznisz, nincsen semmiféle másoláskomplexus, nem tudod felmutatni azt, hogy te személyiségedben mennyire hasonlítasz már az ő személyiségéhez, mennyire ugyanúgy innád a teát, mint ő. Ezek teljes pótcselekvések lennének. Tehát fel kell nőni hozzá, és a legnehezebb úton, úgyhogy nincs kapaszkodó, hanem csak a szint van, amit vagy megugrasz, vagy nem. És mindaddig, amíg gyakorolsz, amíg teljesíted a magad által vállalt feladatokat, addig haladsz az úton. És itt nem az számít, hogy te milyen szintet gondolsz magadnak, hanem az, hogy teszed-e napról napra, pillanatról pillanatra azt, amiben egyébként te is a legmélyebben hiszel, de ő nélkül ez nem jön. Ez nem lett volna ennyire erős és tiszta. Tehát magadban és benne egyaránt ott van. Csak te a saját magad oldaláról felelősségteljesen, lojalitással, felnőtten vagy csinálod, vagy nem. És a másik, amit így a végén szeretnék mondani a hálámmal és a köszönetemmel együtt, hogy soha, de soha nem éreztük, hogy ítélt volna felettünk. Ha a hibáinkat nézte volna, egy darab tanítót nem avat föl. De kihozta belőled a legjobbat, és úgy, hogy nem is vetted észre. Hogy nehogy azt hitt, hogy ő tette. Tehát olyasféle impulzusokat, egymondatos tanításokat, helyzeteket, egyebeket kaptunk tőle, amelyek által kihozhattuk magunkból a legjobbat. És ezért volt nagy tanító. Úgyhogy tegyük a dolgunkat, és kész. Jó? Akkor néhány szó a nem lineáris időről. 8 óra 26. Mi egyebet mondhatnék még? Ez lineáris volt, vagy ciklikus? Ez lineáris volt. Nem volt eleget interjú. Ez nyitott kérdés. 8 óra 26. Ez lineáris vagy ciklikus? Bárki. És meg? Érted az egyet, nem érted a kettőt? 8 óra 26. Na végre. Mi egyebet szeretnél tudni? Ennyit a kereső. Lineáris 30-at kapsz. Ciklikus 30-at kapsz. Se lineáris, se ciklikus 60. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy ilyen egységesen és fegyelmezetten kezdtük ezt az elvonulást. Kívánom, hogy ugyanilyen jó szellemben folytassuk, és fejezzük be, amit elkezdtünk. Akkor is, ha úgy tűnik, hogy nem lehet vége. Hiszen ha valaminek van kezdete, annak van vége is. De ha nincs kezdete, akkor vége sincs. Gyakoroljunk együtt tovább, együttműködve, tiszta tudattal, és akkor segíthetünk magunkon és másokon egyaránt. Köszönöm szépen!